Van befektető érdeklődés Baranyában, mondta stábunknak a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára. Rabszabolcs két konkrét példáról beszélt. Az egyik egy már helyben a térségben működő gépipari vállalkozás, külföldi tulajdonú. A helyi vezető, facility manager, járvezető hívott föl, hogy hát fejlesztést tervez a külföldi tulajdonosi kör, és mindezt a vármegyében található telephelyre. Ez egy milliárdos fejlesztési terv, úgyhogy elkezdtünk erről beszélgetni, értesítettük a HIPÁ-t, a Magyar Befektetési Ügynökséget, akik ugye saját állami kormányzati forrásból támogatják ezeket a befektetéseket. A szakember azt mondja, érdekes, de nem meglepő, hogy sok külföldi üzletember keresi meg őket, akiknek vonzó a helyi befektetési környezet hazánkban. Egyre több német, osztrák, francia, dán, holland befektetővel tárgyalunk. Legutóbb négy német üzletemberrel beszélgettünk, estében nyúlóan, akik elmondták, hogy hát a német gazdaság akadozik. A németek által végrehajtott szankciós politika az egyre nehezebbé teszi az ő munkájukat, távol-keleten van gyáruk, úgyhogy lehet, hogy a térségbe fognak gyárat építeni, megtöltik tartalommal, hozzáadott értékkel, és számítanak természetesen a rendkívül felkészült magas minőségű munkaerőre, és mindarra a támogatási konstrukcióra, amit a magyar kormány tud nyújtani. Ez a második cég is a gépipar területén dolgozik. Neveket még nem árulhat el a kamarai titkár a két befektetőről, még folynak az egyeztetések, megbeszélések. Rabszabolcs szerint a példák is mutatják, hogy folyamatosan érdeklődnek az üzleti befektetők hazánk és a térségünk adta lehetőségek iránt. Magyarország, Baranya vármegye az továbbra is a befektetők célpontja. Nagyon elégedettek az itt működő külföldi cégek, mind az adózási politikával, mind a magyar munkaerővel. Úgyhogy ezt a munkát, ezt továbbra is erőltetni kell, aktivizálni kell. És természetesen, ha jön egy közepes, nagy, kicsi külföldi befektető, akkor a legfontosabb szempont, hogy a helyi vállalkozások megtalálják a partnerséget. Úgyhogy mi minden ilyen esetben most már 6-8 éve kooperációs egyeztetéseket szervezünk. Ezeken megismertetik a jól működő magyar cégekkel a befektetőket, és afelé terelik őket, hogy működjenek együtt, illetve minél több szolgáltatást vásároljanak meg innen a hazai cégektől. Sajnos a politikai csatározások egyik témája a befektetők és a befektetések, mondja a kamarai vezető. Hogyha elfelejtjük ezt az őrült politikai mázat, ami akár külföldről, akár itthon, akár a befektetési ügyeket körbeveszi, akkor nézze mindenki körül, számolja meg, hogy Magyarországon hány régi, hány új külföldi befektetés van, indul. Nem csak távol-keleti, német, amerikai. Meg kell nézni a vegyes kamarákat, hogy micsoda erőfeszítéseket tesznek, hogy minél több befektetést hozzanak ide. Magyarország biztonságos, nyugodt, természetesen, ami nem feltétlenül jó, a magyar munkaerő egyelőre olcsóbb, mint a külföldi munkaerő, de hát ebben azért egy nagyon komoly felzárkózás, fejlődés van. Nagyon jó a logisztika, van autópálya, amit térségünkben tovább építenek, de a légi közlekedésben is új lehetőségek nyíltak. Ezek pedig olyan szükséges infrastruktúrák, ami egy befektetőnek nagyon fontosak, zárta Rabszabolcs.